Bemutatták a Városházán a Fehéredő múlt, keresztül a Félholdig című dokumentumfilmet. Az alkotás mentora Siklósi Gyula régész professzor, Székesfehérvár történelmi és történeti hűségének hivatott szolgája volt. A film egy összegzése annak az adathalmaznak, amit összegyűjtöttünk Ficienő 1972-ben írt könyve óta. Tehát egy hatalmas mennyiségű új anyag halmozódott föl, amely alapján át lehetett írni az eddigi ismert történelmünket, városépítészetet, várostörténetet. Búrján Zsigmond, aki operatőrként és szerkesztőként jeleskedett a hiánypótló film elkészítésében, úgy fogalmazott, fontos dokumentumok sora bizonyítja, István városa szakrális és fizikai értelemben is túlnőtt a korabeli településeken. Amikor ezt a filmet elkezdtem forgatni, akkor döbbentem rá, hogy mennyi minden az, ami a létező múltunkból már nincs jelen mellettünk. Én tulajdonképpen annyit tudok mondani, hogy az unokáinknak azt kívánom, hogy legyenek olyanok, akik csinálnak hasonló filmeket, ennél jobbat, nem egyet, hanem egy tucatot, és mindegyik jobb legyen, mint ez. Azt viszont már hadd tegyem hozzá, hogy azért tegyék hozzá, hogy az első fecske azért csak ez a film volt. Szent Miklósi Dávid vágónak nagy kihívást jelentett gondozni a művet. Amikor elkezdtem ezt a filmet vágni, rengeteget tanultam belőle. Rengeteg mindent is ismertem meg azáltal, hogy a történelmet is megismertem fel, hogy Szent István városa, koronázó város ez a volt bazilika helyén lévő romkertbe királyukat temettek el. A Fehéredő múlt, keresztül a Félholdig című alkotást rövidesen a Fehérvár televízióban is láthatják nézőink.